A herceg és a nap. A varázslatos, messzi keleten élt egyszer egy herceg, aki éppen házasodni készült. Kiszemeltje, a legeslegszebb hercegnő lett, aki csak létezett az óriási ország végtelen határain belül. A csodaszép leányra azonban más is szemet vetett. A hercegnő bölcs apja, a maharadzsa kihirdette, miként választ a kérők között. Annak adom leányom kezét, aki tovább bírja állni a nap tekintetét. Másnap, hajnalok hajnalán a két kérő meg is jelent a hercegnő erkélye alatt. Szemében ezernyi tűszúrást érezve a másik kérő hamar visszavonult. A mi hercegünket azonban más fából faragták. Elnyerte a lány kezét, de nem elégedett meg ezzel, ekkorra ő már magán a napon is túl akart tenni. Így hát nem tágított. Egész addig állta a pusztító sugarak tüzét, ameddig a nap, meghunyászkodva hősiessége előtt, visszavonulót nem fújt. Örök időkig emlékezni fognak a hercegre, aki legyőzte a napot, de feleségét és gyermekeiket már nem láthatta, nem nyugodhatott meg többé a párbaj után sohasem. A sötétben is csak a pusztító napkorong égett a szemében. Örökké. Care about